Na, szasz, régen nem láttadok. Mi újság veled? Amúgy abba hagyom a játékot. Ha a csokit veszed be, a játéknak vége, felkelsz az ágyadban, és boldog leszel a megnövekedett endorfin szinteddel. Ha a kukoricát választod, maradsz az e-sportsban, és megmutatom, milyen mély a játék ürege. Szóval, abba hagyod a játékot is. Mégis miért, és miért pont most, szeretnénk megtudni. Kérdésedre válasz összetettebb, sok tényező vitt erre a döntésre. Elsősorban, aki azt gondolná, hogy nyáron van idő játszani, számomra nem tudnék a csapatommal készülni elég időt, nem szeretném őket hátráltatni továbbá a jövőre, már a tanulmányaimra szeretnék 100%-ig koncentrálni, a családi életre. Ettől függetlenül részt fogok venni az e-sportsban, más tevékenységet fogok folytatni, amik nem igényelnek kötelezően és hosszantartó itt létet, hanem tehát nem egy mennyiség, hanem egy minőségi időt igényel, ezért erre fogok áttérni mostantól. Soha többé nem látunk majd játszani. PCV-ken sem fogsz feltűnni itt-ott a régi barátokkal, ilyesmi? Most azért az túlzás, hogy nem láthatok PCV-ken. Természetesen az ismerőseimmel, barátaimmal fogok néha mixelni. Ettől függetlenül kompetitíven már nem szeretném folytatni a játékot, de a játék szinterén máshogy még meg fogok jelenni. Sokakban felmerül a kérdés, köztünk bennem is, hogy mégis milyen lesz a Wild Code 4 Oroberto nélkül? Tehát gondolom halkabb lesz, de egyéb kiadások azok hogy fognak jelentkezni? Nos igen, ami a hangzavart illeti, hát valóban lehet kicsit lecsendesülnek a kedélyek, ettől függetlenül nem hiszem, hogy a srácok kevesebb sikerükben lesz részük. Én azt kívánom, hogy érjenek el minél több jó eredményt. Ettől függetlenül, hogy ha arról van szó, egy-két olyan meccsen támogatom őket, beállok mögéjük, ha kell, egy hang, egy ordítás elég visszatér a régi kedv. Milyen szerepet szeretnél vállalni így a Code 4-es közösségen belül? Mihez kezdek most? Rengeteg ötletem van. Tele vagyok tervekkel, Community, Wild és a Wild TV meginnoválására. Ezekben fogok többnyire nagyobb szerepet vállalni. Úgyhogy mostantól a Wild és a Wild TV az én új csapatom, illetve lesz most egy új projektem, amit egyedül indítok. Természetesen a Wild segítségével, de ez még szükségem a community segítségére, amit én El Camino-nak nevezek. Mégis mit akar ez az a Roberto El Camino-ja? Tehát ez hogy fog kinézni? Mesélj nekem egy picit róla. Mit is akar? Community-n belül szeretnék egy olyan programot elindítani. Csapatoknál, arra készülő csapatoknál, akik fixen meglévő elúval rendelkeznek, csatlakozok hozzájuk néhány var erejéig, tehát felmegyek szépen a TeamSpeak-jükre, velük töltök egy-két órát, beszélgetek velük, megismerem őket, a játékokat megnézem, leszűröm ebből, hogy mit kéne változtatniuk, hogy kéne mást csinálni, hogy eredményesek legyenek. Úgy gondolom, hogy sok csapatnak személyes tanácsadásra lenne szüksége, de erre nincs lehetőségük. Azok a lanidei alatt el vannak foglalva a játékosok is. Ezért én így szeretném segíteni a community-t egy gyorsabb fejlődésben. Köszönöm a válaszodat, és sok sikert kívánok úgy mindenhez. Én köszönöm a lehetőséget, még látjuk egymást. Ha a csokit veszed el. Nos, rengeteg ötletem van, tervem van. A Wild Community, mondtam.